Dunaújvárosban elkezdődött a közvilágítás sokak által várt rekonstrukciója. A kezdeményezés részleteiről Pintér Tamás számolt be, és mint azt a polgármester hangsúlyozta, az első feladat a tervezés volt, amely 3 hónapot vett igénybe, ezt követően közbeszerzési eljárás keretében választottak kivitelezőt a feladatra. Az elmúlt években rengeteg gondot okozó, balesetveszélyes sötétség felszámolására 100 millió forintos keretet különített el az önkormányzat a költségvetésből. A munkálatok során a november 30-ai határidőig ledes világítást telepítenek a Dózsa-György útnak az erdei tornapályától a Vasmi útig tartó szakaszára, a Vasmi úton a Városházánál lévő körforgótól az építők útjáig, valamint a Szórád Márton úton az Aranyvölgyi úti Y kereszteződéstől a Béketérig. A mögöttem látható nagyon régóta várt kivitelezés miatt állunk jelenleg ezen a területen. Azokat a lámpákat, amelyeket 2015-ben egy pályázat útján kicseréltek itt Dunaújvárosban, mindannyian ismerjük a helyzetet, mindannyian tudjuk a dunaújvárosiak véleményét, és láthatjuk azt, hogy a sötétben, Dunaújvárosban még sötétebb lett az elmúlt években. Ez annak volt köszönhető, hogy a mi állításunk szerint, akkor még ellenzékben lévő politikusok szerint ez egy elhibázott beruházás volt, amelyre a mi állításunk szerint sokkal jobb kivitelezőket, sokkal jobb lámpatesteket lehetett volna beszerelni itt a városunkban. De ez nem történt meg, és 2015-ben, amikor megnyerték ezt a pályázatot, városunkat úgymond sötétbe borították. Az egyik fontos ígéretünk volt az, hogy ezeket a lámpatesteket kicseréljük és fényt hozzunk Dunaújvárosba. Ezt az ígéretünket természetesen nem felejtettük el, és most csak azért lehetünk most csak itt, ebben az időpontban, azért nem történt ez már meg azóta, mióta mi önkormányzati képviselők, illetve polgármester lettem, mert ennek a pályázati időnek volt egy fenntartási kötelezettsége, amely lejárt ebben az évben márciusban, illetve márciusban tudtuk megkapni azt a dokumentumot, ami a projekt lezárását megengedte számunkra. Márciusban aztán kiírtunk egy pályázatot, és ezután tudtuk megvalósítani azt a beruházást, amely itt a hátam mögött látható, hogy elkezdődött. Az 5 éves fenntartási időszak, ahogy lejárt, és márciusban érkezett a projekt elfogadásáról és lezárásáról szóló projektzáró jegyzőkönyv, ekkor kezdődhetett meg tehát az érdemi munka a közvilágítás fejlesztése kapcsán itt a városunkban. Ezt természetesen hosszadalmas időszak követett, mert ezt meg kellett tervezni, illetve projektet ki kellett írni, meg kellett tervezni a lámpákat, hogy hova és melyik lámpákat rakhatják fel. De örömmel jelenthetem mindannyiunk számára, hogy 223 lámpatestet a városunk főbb útvonalai mentén ki fogunk tudni cserélni már ebben az évben. Sőt, egyébként november 31-éig ez a kivitelezés le is fog záródni, hiszen ezeket a lámpatesteket elég gyorsan meg tudják valósítani, hogy felszereljék a szakemberek. 223 lámpatestet a Dózsa-György út, a Szórád Márton út és a Vasmi út egy nagyobb szakaszán fogunk kicserélni, ami azt jelenti, hogy világosabb lesz a városunkban ezeken az útvonalakon mentén. Én nagyon boldog vagyok, hogy végre eljutottunk ebbe az időszakba, és meg tudtuk valósítani ezt a beruházást, illetve szeretném azt is elmondani, hogy még csak elkezdjük, mert a jövő évben terveink szerint ezt folytatni is fogjuk, és a kisebb utak mentén is majd szeretnénk azt, hogy világos legyen a városunkban, ne történhessenek olyan balesetek, mint az elmúlt időszakban történtek a közvilágítás problémája okán. A tájékoztató végén Pintér Tamás kiemelte, a szerződés szerint a határnap november 30-a, de ha nem szól közbe az időjárás, a számítások szerint akár már jövő hét végére végezhetnek a feladattal a szakemberek.